Felkérem Kónya Imre urat, az MDF volt frakció vezetőjét emlékező beszédének megtartására. Tisztelt gyászoló honfitársaim! Sokan mondják, hogy szerencsétlen sorsú nép a magyar. Mégis történelmünk viharos századai során mindig voltak olyan pillanatok, amikor váratlanul ránk mosolygott a szerencse. E ravatalnál állva, mint a még megmaradt tanúságtévők egyike, úgy érzem kötelességem kimondani. Különleges szerencséje ennek a nemzetnek, ajándéka a sorsnak, hogy a demokratikus Magyarország megszületésénél két sziklaszirált jellemmel megáldott, nagy ember, két igaz hazafi és demokrata bábáskodott Antal József és Szabad György. Mindazok, akik a kormányfői és a házelnöki tisztséget utánuk betöltötték, és akik a jövőben fognak a helyükbe lépni, példájukat meg nem kerülhetik. Szabad György az első pillanattól kezdve meghatározó szerepet játszott a diktatórikus rendszer lebontásában. 1987. szeptember 27-én ott volt a Magyar Demokrata Fórum bölcsőjénél, 89. március 22-én részt vett az ellenzéki kerekasztal létrehozásában, szeptember 18-án pedig egyik aláírója volt a rendszerváltó megállapodásnak. Amíg élek, nem felejtem el, ahogyan a szabadon választott országgyűlésnek az 56-os forradalom előtt tisztelgő első törvényét indokolva, szenvedélyes szavakkal, de tudóshoz illő pontossággal összefoglalta mindazt, amiért a mi nemzedékünk a közélet porondjára lépett. A reformkor nagyjait idéző, de belülről jövő, mélyen átélt pátosszal elmondott spontán szózöne ma is visszhangzik a fülemben. 1956 akkor lesz az, amivé szívünkből már is emelkedett, fogalmazott Szabad György 90. május 2-án a Magyar Köztársaság országgyűlésében. Akkor fog kitörölhetetlenül ott élni a magyar történelemben úgy, ahogy 1848-49 már is él, ha bizonyítani fogjuk, hogy az az alap, amit 1956 vetett, tényleg alapja a magyar jövőnek, hogy azok a lépések, amelyek bennünket idevezettek, és amelyeknek eredményeire részben már is támaszkodhatunk, 1956-ból erednek, hogy 1956 ösztönzött bennünket tényeivel és tanúságaival arra, hogy szembeszálljunk Magyarország nagyhatalmi alávetettségével, hogy örökre biztosítani tudjuk és törekedjünk visszavívott függetlenségét, hogy 1956 az ösztönzője annak, hogy ebben az országban származásától függetlenül fizikai és szellemi munkás, paraszt, hivatalnok, polgár, vállalkozó és mindenki szabadon éljen az egyenlő jogokkal, függetlenül nemzetiségétől, legyen magyar, német, szlovák, román, cigány, horvát, szerb és mindaz a nemzetiség, amit még ismer ez az ország, szabadon és egyenlően élhessen felekezétől függetlenül, legyen római vagy görögkatolikus, legyen református, evangélikus, zsidó, unitárius, görögkeleti vagy szabadegyházak híve, szabadon éljen ebben az országban, ha betartja a törvényt, és legyen felette igazságosan egyenlő a törvény. Ezt alapoztuk meg, és visszük tovább azt a kívánságunkat, hogy önkény itt többé senkit ne sújtson, s legyen őseink reménye szerint mindenki egyenlő a törvény előtt, és védett a zsarnokságtól örökre. Azt akarjuk, hogy azon az alapon, amelyet megvetve ide beléphettünk, emelkedjék a magyar jogállamiság, a demokratikus Magyarország olyan mintaállammá, amelynek kisugárzása átjárja Közép- és Kelet-Európát, és amelyik lehetővé teszi, hogy megvalósuljon Európa egysége békében, demokráciában örökre. Drága Gyuri bácsi, amikor utoljára találkoztunk, fogtam a kezedet, beszéltem hozzád, te már nem tudtál válaszolni. Csak néztél, egyre csak néztél,
tágra nyílt szemeidet rám függesztetted. Azt tanultam tőle, Gyuri bácsi, mondtam elhomályosult szemekkel, hogy nemzet és demokrácia. Emlékszel? Kérdeztelek, és nem tudtam, hogy érted a szavaimat. Az és kötőszót mindig hangsúlyoztad. Szorítsd meg a kezem, kérleltelek szorongva, ha érted, amit mondok neked. Rám függesztett szemeidet most is magam előtt látom. Kezed szorítását örökre megőrzöm. Tanításodat, amíg élek, képviselem, és utódaink számára híven közvetítem. Isten veled, öreg barátom. Nyugodj békében. Kónya Imre, a Magyar Demokrata Fórum 1990 és 1993 közötti frakcióvezetője búcsúzott a politikustárstól és küzdőtárstól Szabad Györgytől. Köszönjük Kónya Imrének emlékező gondolatait.